Három 7 méteresből szerzett góllal nyitotta a mérkőzés Dunaújvárosban a Kisvárda, de utána az akciógólok is jöttek, és ezzel a vezetés is, hiszen 6-3-ra mentek a várdai lányok. A vezetéshez kellett a védelem hatásos közreműködése is, illetve Triffa Ágnes remeklése a kapuban, aki minden vétetőt védett is. Aztán mégis sikerült a fordítás az újvárosi együttesnek, azonban egy gólnál többre nem tudták növelni előnyüket. A félidő vége a Kisvárdáé volt, és végül egy gólos előnnyel 12-11-es vezetéssel vonulhattak szünetre Máté Fieszter lányai. A fordulás után nagy nyomást helyezett a Kisvárda a hazai együttesre, aminek meg is lett az eredménye, 3 góllal léptek meg ellenfelüktől. Jött azonban a fordulat, és gyors 4 góllal már a Dunaújvárosnál volt az előny. Innentől kezdve egyszer az egyik, utána a másik csapat vezetett, az 54. percben 21-20-as vendégvezetés után a Kisvárdánál azonban megtört valami, és a végjátékban innen már nem sikerült gólt szerezniük. Nem úgy a Dunaújvárosnak, aki megfordította a találkozót, és 5 lőtt góllal 25-21-re alakította a végeredményt. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, az is volt. Nagyon sok fordulat volt a mérkőzésen, és amiért nem tudtunk innen ponttal vagy pontokkal távozni, az az volt, hogy a döntő helyzetekben, tehát amikor 3 gólos előnynél 7 méteres hibáztunk, utána is helyzeteket kihagytunk, és döntő helyzetekben 7 métereseket nem tudtuk belőni. A legvégén, amikor még egy pici esélyünk lett volna, akkor is az ittszer kimaradt, és így én úgy gondolom, hogy talán egy picit a szerencse ott abban a szakaszban a hazai csapathoz pártolt, és megérdemelten nyerte meg a találkozót. Nagyon egy hektikus mérkőzés volt. Egyszer ugye a Kisvárda, egyszer mi vezettünk, 2-3 góllal tudtuk fordítani a mérkőzést. Borzasztó sok hibával játszottunk, a mi csapatunk rengeteg zicsert hagytunk ki. A Tifa nagyon jól védett természetesen, ez gratulálok külön neki. Talán ugye a végjátékban, vagy az Eszter is említette, ott talán biztosabbak voltunk, a helyzeteinket talán jobban kihasználtuk, mint az ellenfelünk. Ez 55 percig talán bárhogy történhetett volna ez a mérkőzés, akár a Kisvárda is nyerhetett volna. Ott abban a szakaszban talán az ittszereinket, ahogy mondtam, jobban tudtuk és biztosabban értékesíteni, hát ez döntött. Szombaton igazi nagy ágyú érkezik a Kisvárdához, hiszen a soron következő bajnokin a Ferencváros lesz az ellenfél. A teltház pedig garantált, hiszen egy óra alatt elfogytak a jegyek a mérkőzésre.